Csik és Pál és Várkonyi Mátyás a Félőlény című darabját 1988-ban, mint dramaturg magam irattam. Nagyon izgalmas dolog volt most sok-sok év után találkozni ezzel a művel, mint rendezőnek. Szittam közben a dramaturgot néha, sőt, talán többször is, de ez csak egy játék volt, egy móka volt. A darab nagyon fontos, szerintem egy olyan része a világnak, az irodalomnak, a magyar színháznak, hogy mindig, minden évben, minden évadban, mindenhol műsoron kellene lennie, hiszen arról szól, hogy nem szabad félni. Nem szabad. És arról szól még, hogy szörnyé válni könnyű, sokkal nehezebb nem szörnyé válni, nem szörnynek lenni. Akárhová nézek, a rémeket látok, mintha el akarná nyerni ezt a világot. Nyugalmam oda van, örömöm még én semmi éve. Jaj, nekem már nem tudom, hogy milyen is volt a szörnyventes élet. Épp az előtt még csönd volt, áldott bél a néma béke, termősen derenget elnyűnnek itt inkább. Tovább lett a bájos erős tisztai nél, minden fának hegyén egy-egyi nélkülül. Nyugalmam oda van, örömöm békém, semmi élet. Jaj, nekem már nem tudom, hogy milyen is volt a szörnyentes élet. A darab egyébként egy fantasztikus történet. Igazán az jutott eszembe most is, hogy néztem a főpróbát, illetve az előadások, a próbákat, hogy semmivel se rémisztőbb, szörnyebb, mint annak idején egy Andersen vagy egy Grimm mese, de még egy Benedek Elek is elfér mellette. A világon van egy kis erdő, az utolsó kiserdő. Mindenhol máshol már szörnyek vannak, és ebben a kiserdőben lakik még négy valaki. A négy valaki közül három még kint van a szabadban, a negyedik már bezárkózott, úgy döntött, hogy ő megpróbál ott életben maradni. Igaz, hogy félő lényként, tehát annyira fél és retteg a szörnyektől, a világtól, a külvilágtól, hogy az odujába bújik meg, és nem mond több történetet. Ugyanis nagyon fontos dolog, hogy a fantázia, a történetek, a mesék azért még mindig jók a szörnyek ellen. És ebben a darabban is ez történik, nem árulom el a végét, hogy azért a történetek majd segítenek. Akkor most nekünk nincsenek történetek? Dehogy nem, hát ott van a kőfele! Bezárva! De már megint a felderítőré! Szokadtuk volna már! Mindig ilyenkor kezd körözni! Az órát lehetne hozzáigazítani a nyavaját! Hiszen éppen ezt akarja, hogy olyan természetes legyen a számunkra, mint ahogy süt a nap, vagy nő a fű! És ha már megszoktuk, akkor mindegy is, hogy itt van-e vagy sem! És ha már mindegy, akkor akár itt is lehet! De én nem fogok megszokni! Én nem vagyok hajlandó! Nem vagyok hajlandó! Mi áll rajt? Tessék, még ez is. Mi szerinted mi állhatna egy öccédulán? Gáliba, ékeny, rözsha. Milyen liba? A szörnyeké a világ. De ahová nincs csak az ember, fölterítők és kémek. Odakint más lett minden, odakint szörnyek túlnak. Hová a bokrok dőlnek, s a halak meg a vízbe fúlnak. Készül már a mű, nem nő többé fű, ritkán süt a nap, minden máshonnan. Darab zenéjét Várkonyi Mátyás írta, nem is betét dalok, hanem szituáció zenék, szituáció nóták, és ezt a színészek így is adják elő. Ami nagyon fontos még ennél az előadásnál, ennél a darabnál, itt a Karinthy Színházban, hogy
varázslatos szereposztás van. Elképesztő és zseniális és imádnivaló színészek játszanak benne. A könyvtáramat nem! A könyvtáramat nem adom! Ugyan, mit tehetnél ezernyi hernyótalpa savószemű köcsök fejellem? És akkor még nem is beszéltem a tömérdek lötykös pucmányról. Sem pedig a falkába járó tripla tokájú vahordájú. Hallgatt is, borzalom! Mi lesz velünk, hogyha ide érnek? Majd csak szép csömbben elcsupálva. És ezek mind az én könyvtáromat akarják? Mi? Meg téged. Álljon ide a kedves ügyfél! Kezdődjön az első próbatétel. A megrémítendő, a fő, az élenjáró, az abszolút csúcsszörny, a nagy tökély, aki nem más. Túl emlegni engem akarsz. Reszketek, nem tudom mennyire hallani. Kérlek az égre, segítsen végre, segítsen, vava valaki.